Az Operencián túlra repítették a gyerekeket, harmadik magyar gasztronómia napja Szolnokon, halálos lakóház tűz, újabb turisztikai attrakció Tiszafüreden. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2024. május 24-én 18 óra 5 perckor. A mesék kerültek a középpontba a Csokonai Könyvtárban megtartott interaktív délelőttön. Az eseményen a Mese a falánk tyúkocskáról című mesét nézhették meg az óvodás gyermekek. A mese jelentősége óriási a gyermekek fejlődése szempontjából. A jó mese mozgásba hozza a gyermek képzeletét, fantáziáját, illetve nem csak szórakoztat, hanem az életről is tanít, és egyben olvasó emberré is nevel. A mese érthetővé teszi számunkra a világ működését, és jelentős szerepük van a gyerekek értelmi és érzelmi fejlődésében is. A mesékről szólt a Madarász Imre Egyesített Óvoda Mesevarázs munkaközössége által szervezett túl az Operencián című interaktív délelőtt is. Egy mesét fogunk földolgozni, de a mesék földolgozását úgy tesszük interaktívá, hogy a gyermekek részt vehetnek a mesében, megszólítjuk őket, illetve olyan tevékenységeket ajánlunk a számukra, amit az óvodai mindennapi életben meg kipróbálhatnak. Helyet adunk a képalkotásnak, a kézi munkai lehetőségeknek, illetve a mozgásos tevékenységeknek, néptáncosoknak. Horvátné Balogh Barbara hozzátette, hogy a munkaközösségük tagjai mind nagyon aktívak, együttműködőek, és nagyon szerencsésnek érezheti magát, hogy egy ilyen közösséggel dolgozhat együtt a gyermekekért, a gyermekek öröméért. Az eseményen a mese a Falánk tyúkocskáról című mesét adták elő a gyerekeknek. A mai mesénk, a választott mesénk kapcsolódik az állatmesékhez, mivel az óvodáskorú gyermekek személyiségéhez kapcsolódik, és nagyon szeretik a gyermekek az állatmeséket, jól értelmezhető, és tavaszi évszakhoz is kapcsolódik, illetve mi a mese tartalmát úgy gazdagítottuk, hogy egy olyan közösséget alkotnak majd az résztvevő állatok, ahol a gyermekek barátságok megjelennek, a segítségadás és az együttműködés és a közös öröm. De most megígérem, mert tudom nagyon jól, hogy az... Igen! A gyermekek is a mese kapcsolatának fontosságát senki nem kérdőjelezi meg. A szülők és az óvoda pedagógusok egyértelműen tudják, hogy a gyermekeknek szüksége és igénye van a mesére. Akkor tudjátok, legyünk barátok! Jó! És köszöntjük együtt! Hát, hogyha még ez a gyönyörű nap is felfogsz! És megeszed az egész kalácsot egyedül? Hát ez olyan nagy kalács, hogyha ilyen kedvesek voltatok, adjak nekik is gyereket! Igen! A mesét hallgató gyermekeknek a belső képi világának az alakulása egy nagyon fontos tényező, ugyanis olyan érzelmi világban csöppennek, és olyan üzeneteket kaphatnak a mese által, ami egy élethelyzet megoldásához akár segítséget is nyújthat. Gazdagodnak az érzelmi világuk, probléma megoldási képességük és az empatikus készségük is remekül fejlődik egy mese által. Az interaktív mesés délelőttön minden gyermek jól szórakozott és felejthetetlen élményekkel gazdagodott. Zalai dödölle, tiszai halászlé, karcagi birkapörkölt, szolnoki gulyás. Többek között ezeket a hagyományos ételeket lehetett megkóstolni a harmadik magyar gasztronómia napja rendezvényen Szolnokon. A versenyre különleges desszertekkel is készültek a jelentkezők, amelyeket szigorú zsűri értékelt. A nyertesekre pedig különleges nyeremény várt. Az intézmény aulájában a kora esti órákban tartották az eredményhirdetést. Potápi Árpád János, a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára videóüzenetben köszöntötte a díjátadó résztvevőit. A jó ételnek összetartó ereje van, családokat ültet egy asztalhoz, közösségeket kovácsol össze.
Az Alföld Szíve gasztronagyköveteként nagyon sok ilyen rendezvényen részt veszek. Ugye legutóbb éppen a héten mutattuk be az Alföld Szíve Desszert Túra című programot, és ez a mai konferencia, illetve Jászkon gasztro udvar is azt mutatja, hogy itt nagy pesgés van, dolgok történnek, nagyon sok olyan tehetséges szakember, intézményrendszer támogatja azt, hogy itt a gasztronómia az elkövetkezendő években fénykorát élje majd. Fantasztikus értékek vannak itt, hagyományok, és az a nagy kérdés, hogy ezeket hogy lehet úgy bemutatni, és hogy lehet úgy csomagolni, hogy a jövő generációját is megszólítsák majd. Összegyűltünk, hogy elismerjük azokat a kollégákat, akik legmagasabb szinten képviselik a gasztronómia művészetét. Ez a verseny hosszú és izgalmas út, melynek végállomásán minden résztvevő a szívét és lelkét beleadta, hogy a legjobbat hozza ki magából, kezdte beszédét Molnár Karolina, a belügyminisztérium helyettes államtitkára. Kitért a csak tiszta forrásból jelmondat jelentőségére is. Hozzátettem, az étel készítése és fogyasztása is örömforrás. A kunyha a szenvedély, hivatás és örökös tanulás helye. A verseny alkalmas egymás inspirálására. A mai nap annak a teljesítménynek az elismerése, amit évtizedek alatt Szolnok is lerakott a gasztronómia asztalára. A rendezvény hazaérkezett Szolnokra, mondta Huba Imre, a Jászhegykun Szolnok vármegyei közgyűlés elnöke. Csóka Jákos, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára elmondta, hisznek a szakember képzésben, illetve a sikeres vállalkozókban. A Szamos Tányér Desszert versenyt Kubinyi Dániel, a Hollókői Castellum Hotel mester cukrásza, míg a Magyarország Étele 2024 megmérettetést Kúnya István és Maduda Dániel, a Kakú Kéterem séfjei Erdőről Mezőre Fantázia nevű ételével nyerték. Kigyulladt egy romos lakóház Szolnokon, a tűzoltók az egy órán át tartó oltási munkálatok közben egy 60-as éveiben járó férfi összeégett holttestét találták meg. A nyugalom megzavarására alkalmas tudósítás következik. Szolnokon a Törteli utcában lévő romos családi házhoz három járművel vonultak ki a tűzoltók. A 60 négyzetméteres egyszintes családi ház teljes terjedelmében égett. Az épület tetőszerkezete is lángolt, sőt be is omlott. Hazajöttem a munkából, hívtak gyorsan, mert felgyűlött a szomszédok a háza, és feleségem hívott fel, hogy meghalt a szomszédom, felgyulladt. Az, hogy most pontosabban mi történt, én szerintem az történt, hogy cigizett vagy valami, nem tudom pontosabban így elmondani. Én gyorsan hazaszaladtam a munkából, és égett az enyém is, majdnem égett a szomszédé is, az leégett sajnos. A ház udvarán felhalmozott lomok 300 négyzetméteren égtek. A tűz még a szomszédtelken lévő 5 négyzetméteres tűzifa tárolóra is átterjedt. A tűzkeletkezési okának feltárása érdekében a katasztrófa védelem tűzvizsgálati eljárást indított. A katasztrófa védelem felhívja a figyelmet az eset kapcsán, hogy a lakástüzek 10%-a összefüggésbe hozható a házban vagy a kertben felhalmozott szeméttel. Az épületben és környékén lévő hulladék nem csak a tűz keletkezésének veszélyét növeli, hanem a menekülés lehetőségét is rontja. Otthonunk tisztántartása tűzvédelmi szempontból is fontos. Átadták Tiszafüred legújabb turisztikai attrakcióját, a kérészközpontot, mely egész évben gazdag programkínálattal várja az odalátogatókat. Így néz ki Tiszafüred, illetve a Tiszató legújabb idegenforgalmi fejlesztése, a Kérész Öko és Aktív Turisztikai Központ. A háromszintes, összesen 930 négyzetméteres létesítményt májusban még csak előre bejelentett csoportok látogathatják, júniustól azonban már a nagy közönség is. Egy olyan négy éjszakos attrakciót kapott a Tiszató, ami az itt működő vállalkozások egész éven át tartó versenyképességét, a bevételek optimalizálását, az együttműködés lehetőségét, a kínálat bemutatását is lehetővé teszi, és ez a fajta bizalom, ami övezte ennek a beruházásnak a megvalósulását, létét immár több mint 7 évre vezethető vissza. A minden korosztály számára egész évben gazdag programokat kínáló központ 1 milliárd 280 millió forintos támogatásból épült meg. Környezeti nevelésre, szemléletformálásra, a szabadidő hasznos eltöltésére épp úgy alkalmas, mint természetbúvárlaborra, természetfotós műhelyre, a vízisportok kipróbálására.
büntetik. Az Európai Unió valójában saját magát bünteti akkor, amikor megtagadja ezeknek a fejlesztési forrásoknak a folyósítását, vagy azokat feltételekhez köti. Európában sok helyen láttunk már olyan fejlesztést, amely turisztikai attrakcióval indul, kifejlődik, ahogy általában ilyenkor célkitűzésként jelenik meg, lehetőség szerint az egész éves attrakció, az egész éves szezon, és innen aztán ez gazdasági előnyökre váltva a munkahelyteremtés, a vállalkozások élénkítése és támogatása révén a térség gazdaság egyéb területein is lendületet vesz, és egyre dinamikusabban zárkózik föl Európa élvonalához. Így van ez Magyarországon is. Több olyan turisztikai térségről tudunk, ahol a cél az, hogy minél hosszabb ideig tartson a szezon, hogy minél minőségibb legyen a turisztikai szolgáltatások összessége, minél gyakrabban, minél többen és minél hosszabb ideig jöjjenek az adott térségbe, és ezt az így megtermelt turisztikai tőkét fokozatosan gazdasági tőkévé tudjuk átalakítani. Látszólag tehát megvan a nagy európai recept arra, hogyan válhat egy térség sikeressé gazdaságilag is, ha már egyszer turisztikailag azzá vált. Az épület nem csak felépítményében, megvalósításában, illetve funkciói tekintve egyedi. Az árvízvédelmi rendszernek is a része, éppen ezért megépítése nem volt hétköznapi feladat. Azért nem könnyű ez a kérész központ megépítése, mert Tiszafüreden nem könnyű építkezni. És nem azért nem könnyű építkezni, mert itt a védműbe kellett ezt az épületet megvalósítani, úgyhogy ez árvízvédelmi töltés része is ez az épület, tehát műszakilag nem volt egyszerű. Tiszafüreden azért nem könnyű építkezni, mert tiszafürediek nagyon igényesek lettek. Nagyon igényesek lettek arra, hogyha itt valami megvalósul, főleg a turizmusban, akkor annak olyannak kell lenni, amely még az ország határon kívül is megállja a helyét. És Tiszafüred igényes arra, hogy mi valósul meg, milyen minőségben, és azt hogyan üzemeltetik. Erre rengeteg példa van Füreden, hiszen ha kicsit arrébb megyünk, akkor láthatjuk a szabad strandot, amely attól szabad, hogy nyílt víz mellett van, de a Morotva szabadidő központ az ország talán első vagy második kutyafürdető strandja is, tehát olyan dolgokat valósított meg ez a város és ennek a városnak a vezetése, amely példát mutat. A félnapos túrák, az egésznapos túrák, a kiállítási lehetőség, a kenu kölcsönzés, a térségben elérhető programok mindegyikéről részletes tájékoztatás érhető el a Tiszató legújabb turisztikai attrakciójának honlapján a www.kérész.hu oldalon. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon. Töltsék kellemesen a hétvégét. Találkozzunk hétfőn is. Viszontlátásra!